Bridget Veninger Eve Tarlett 24 karácsonyi mese 12. fejezet Tomi és a bölcső Tomi nagy volt és erős. Azt azonban sajnos nem mondhatnánk, hogy ő lett volna a legjobb fiú az osztályban. Amikor mindenki kiabált, Tomi volt a leghangosabb. Amikor verekedés tört ki, Tomi mindig ott volt a sűrűjében. Néhányan féltek is tőle. Advent első napján a tanítónéni meglepetést hozott. Egy bölcsőt vagyis inkább egy olyan jászlat, amelyben régen a kis Jézust fektették. Ez az új adventi naptárunk, mondta a gyerekeknek, és egy zsák illatos színát tett le a jászol mellé. Idén nem cukorkát osztogatunk, hanem megbeszéljük, hogy ki a másiknak, és kiderítette jókedvre a társait. Aki segít, az egy marék színát tehet a bölcsőbe. Minél kedvesebbek vagytok egymáshoz, annál puhább lesz Jézus ágya karácsonykor. Tomi ettől nagyon tühös lett. Milyen hülye ötlet, az biztos, hogy senki nem fog engem választani. Sokkal jobban örült volna egy darab csokkinak, mert abból a végén ő is szokott kapni. És igaza lett. Minden délután, mielőtt hazamentek, a gyerekek megbeszélték, hogy kitegye be a szénát a jászolba. Nora a szünetben megosztotta a tíz óraiát, Léna rajzolt egy képet, hogy elvigye a beteg Zsuzsinak, Peti összeszedte a játszótérről a szemetet, Vince pedig megöntözte a virágokat. És így tovább. Lassanként mindegyik gyerek sorra került, és tett egy marék szénát a bölcsőbe. Mindegyik, kivéve Tomit. Egy napon azonban a kis Lili felállt, és azt mondta, Ma Tomi is tehetne egy kis szénát a bölcsőbe. Ma véletlenül kiborítottam a toltartóját, de egy kicsit sem lett mérges. Ez szerintem nagyon kedves volt tőle. Tomi döbbenten nézett Lilire. Tényleg igazad beszélt. A kislány levárt a Tomi toltartóját, és az összes ceruzája szétgurult. Tomi persze dühös volt, de mégsem szólt semmit, mert látta, hogy Lili mennyire megijedt, és mennyire sajnálja, ami történt. Tomi paprika pirosra gyúlt arccal, nyúlt bele a zsákba a szénáért. Búha volt, zizegős, és sűrű nyári illatot árasztott. Tomi nagyon óvatosan nyomkodta bele a bölcsőbe a többi közé, hogy Jézus ágya minél puhább legyen. Két nappal később Lili megint jelentkezett. Ma Tomi is tegyen szénát a bölcsőbe. Nóra megint gyűjtöttük össze a papírt, és Tomi segített lecipelni a nehéz dobozt az Ez igaz, mondta Nóra. Nagyon kedves volt Tomitól. Tomi zavarba jött. Milyen furcsa, hogy valaki megdicséri, és annak is nagyon örült, hogy újabb marék szénát tehet a bölcsőbe. Igen, nem ez volt az utolsó alkalom. Tomi gyorsan rájött, hogy sokkal jobb érzés, ha dicsérik és mosolyognak rá, mint ha szígyják és félnek tőle. Amikor érezte, hogy mindjárt erönti a dű, mindig a puha illatos ténára gondolt, és nyomban ápárolgott a haragja. A téli vakáció előtti utolsó napon a gyerekek épp be akartak rohanni, reggel az osztályba, de látták, hogy nem még bent a villany. Meglepetten és kicsit félve óvakodtak beljebb. Az osztály közepén egy mérsesekből rakott fénykör világított, a közepén a jászol bölcső. Teljesen tele volt színával, és a szín tetején egy könnyű és puha lepedő volt, olyan finom és sejmes, mintha egyenesen a mennyből hullott volna alá. Idén gyönyörűséges adventünk volt, mondta a tanítónéni mosolyogva. Ha az újszülött Jézus itt feküdne a bölcsőben, csodálatosan puha fekhelye lenne. Köszönöm nektek, gyerekek! Ezután mindannyian karácsonyi dalokat énekeltek. Tomi teljes szívéből énekelt. Mielőtt hazaindultak volna, betett pár száz szénát a zsebébe, csak úgy emlékbe.